Ez az ifjú hölgy Klenota Nóra, a Tolna megyei szakképzési centrum Eszterházy Miklós szakképzőiskolájának volt tanulója. Olyan kiváló szakember, aki az Erasmus program keretében dolgozott már Ausztriában is, hogy megismerje a vendéglátás szabályait külföldön. Dombóvár város legutóbb a dr. Péter Gyula díjjal tüntette ki. Kiskoromban háztartásban is sokat segítettem, ugye karácsonykor, ünnepekkor teríteni például, és hát igazából ez inspirált erre, hogy pincér szakmára jelentkezzek. Az iskola nagyon sok mindent nyújtott nekem, ugyanis volt egy pályázat az Erasmus Plus keretében, és 3 hetet Bécsben tölthettem szakmai gyakorlaton. Így a 3 év alatt ez volt, ami a legtöbbet adta nekem így az iskolában. Mégis olyan jellegű helyen voltam, ahol különböző koreai, japán, kínai csoportok jöttek, és ugye ahol most dolgozom jelenleg iskola mellett, tehát az teljesen más jellegű, ugye ez egy hotel, és ebbe is kicsit így belekóstolhattam, hogy milyen csak csoportokkal foglalkozni, és főleg külföldiekkel. Az iskola számos szakmában nyújt oktatást az ide jelentkezőknek, ám a tanulók közel 60%-a a vendéglátás fogásait tanulja. Úgy gondolom, hogy a diákjaink nagy része a vendéglátásban látja a jövő lehetőségeit. Kívánnak szállodákban elhelyezkedni, akár külföldre készülnek vendéglátós területeken. Ugye szakács, pincér és cukrász képzés van nálunk, illetve a most induló új szakképzésben turizmus vendéglátás ágazati alapozás, ami mind a 4 szakmacsoportot átöleli. Az új képzési rendszerben a 9. év végén tesznek ágazati alapozó vizsgát, addig van idejük eldönteni, hogy szakács, pincér vagy cukrász szakemberek szeretnének lenni. Ennek ugye az az előnye, hogy ebben az első évben mindenből kapnak egy kis ízelítőt, és így jobban tudnak szerintem dönteni. A 3 éves képzés alatt nagyon sok a gyakorlat. Ugye külső gyakorlati helyeken töltenek nagyon sok időt, ahol azért a munkavilágába belekóstolnak. Látják, hogy azért a vendéglátás nem minden esetben munkaidő barát, tehát ugye a hétvégék, a rendezvények, az ünnepnapok, tehát ezt úgy itt tapasztalják meg, ezért azért vannak pályaelhagyók. Aki ténylegesen érdeklődik és szeretettel csinálja a szakmát, ők azért végeznek, és tudnak a szakmában később elhelyezkedni. Az Eszterházy Miklós szakképzőiskolában sokrétű képzési rendszer működik. Például olyan is, ahol a tanulási nehézségekkel küzdők is tanulhatnak, olyanok, akiknek hosszabb időre van szükségük a tananyagok elsajátítására. 2 féle képzés van itt, fémipari gyártás előkészítő, ez a fiúknak ajánljuk, kimondottan, illetve a szakács segéd. A vendéglátás turizmus ágazaton belül képzésünk, ide lányok és fiúk is egyaránt jönnek. Ez a képzést, ha befejezik, utána mehetnek szakács, cukrász vagy pincérnek, ahol minden képzésünkben ágazati alapozó vizsgát tesznek, és utána kapnak szakmát. Gépészeti ágazati oktatásunk is van, hegesztő épületszerkezet lakatos szakmában, van fai és bútoripari ágazati képzésünk asztalos szakmában, és van elektronikai ágazati képzésünk, ami villanyszerelőket képezünk, ők a szakképző iskolai részünk, és van a technikumi képzéseink, amiben jelenleg van sport ágazatunk, szépészeti ágazatunk és szociális ágazatunk, de jövőre kívánjuk a vendéglátás bevezetni a szakács szaktechnikusi képzést, illetve a faipari ágazaton belül a faipari technikusi képzésünket. Minden esztendőben telített osztályokkal indulnak a képzések, mondta Kicsi Ildikó. Jelezve, van kereslet a jó vendéglátós szakemberre. A filmünk elején látott Klenota Nóra is megerősíti ezt a tényt. Pincéreket mindig keresnek. Szerintem hosszú távra nagyon jó munka lehetőség, és sok lehetőség is van, akár itt a környéken, Magyarországon és külföldön is egyaránt.